Sziasztok srácok, Clashy Jamát köszöntök mindenkit egy újabb videóban. És mint jól láthatjátok, ez egy unboxing videó lesz, nem másról, mint a Huawei Mate 10 Pro nevű telefonról. És hát milyen videót képzeljétek is itt most el. Egy ilyen unbox szerepi stílusú videót terveztem el, viszont fél percre kezdtem el a videót, de már is hív valaki telefon, úgyhogy mindjárt. És egy unbox szerepi stílusú videót szeretnék csinálni, és itt van ez a szép kis asztal, ahol szépen ki fogom mondani ezt a telefont, amit a Huawei-től kaptam, köszönöm szépen, és hát őszinte leszek, picit már bele nyitogattam, belenézegettem ebbe a telefon tokba, vagy nem a tokba, a dobozba, nagyon-nagyon tetszik, úgyhogy hát nézzük meg pontosan, hogy mi van benne még egyszer. Amúgy a csomagolás gyönyörű, most szépen leveszem róla. Tadam! Itt is van a telefon, barna színű, gyönyörű, jó nagy. Ami elsőre szembe tűnik, hogy jó nagy. Úgyhogy nézzük meg, így ki tudom venni a telefont, így szemügyre tudom venni. Hát gyönyörű színű, úgyhogy igazából leveszem róla ezt a kis hát fóliát. Hú! Wow, nagyon-nagyon szép ez a barna, amúgy azt hiszem van belőle kék is, és a kék is nagyon-nagyon-nagyon szép. Az elején is van fólia? Van, de ez úgy tűnik, mintha nem ilyen leszedhetős lenne, hanem ez már egy real fólia, ami védi a telefont, ami wow! Van alapból egy fólia a telefonon. Azért ez elég pro cucc. Nem mindegy, mert nem láttam, mindenesetre nagyon-nagyon kis törékenynek tűnik a telefon, remélem nem fogom sehol ejteni, valószínűleg be fogok hozzá szerezni egy tokot, nem tudtam közelebb is a telefont, hogy lássatok, hogy hogy néz ki. Nos hát nagyjából így néz ki közelről a telefon, és most szépen visszaraktam ebbe a kis tokba, és nehéz lesz kiszedni. Na, hát akkor nézzük meg, egy picit ezt rakjuk félre, és nézzük meg, hogy mi van még a dobozban, ugyanis biztos vagyok benne, hogy nem a telefon van benne egyedül. Úgyhogy, hát nézzük meg. Na, itt a power brick. Aha, ez nem véletlenül ilyen nagy ez a power brick, ebben van energia. És amúgy ki is fogjuk próbálni természetesen a telefont. Nem csak megnézzük, hogy mit tartalmaz a doboz. Ugyanis, hát kíváncsi vagyok, hogy mit tud ez a telefon igazából. Valamint lesz majd egy teszt is a telefonra, hogy elkezdem használni. És hát akkor kipróbálom majd, hogy mit tud ez a telefon. Van hozzá fülhallgató is. Nem rossz, nem rossz. Kihúzom ebből a kis műanyag cuccból. Hát szerintem nem kell elmondani, hogy melyik fülhallgatókra hasonlít nagyon. Na ez kívülről nem annyira, de nagyon-nagyon-nagyon hasonlít egy, tudjátok melyik márkának a fülhallgatójára, most nem akarom szándékosan kimondani, de még csak most jutottam ki, de már össze gubancoltam a fülest. Na, szóval így néz ki a füles, és mivel nincs jack csatlakozó a telefonon, sajnos, vagy nem sajnos, ezért ez egy USB-C-s füles, úgyhogy most ki is próbálom, hogy milyen, mert még ilyet nem próbáltam. Aha. Jobb fogni a telefont. Nem rossz, nem rossz, azt kell mondjam. Na hát nézzük csak. Hát ez nem nagyon bent azért. Na, hát ugye van benne egy kábel. Hoppá. Milyen minőségi anyagból gyertek? Ez tetszik. A kábelekkel általában sok probléma szokott lenni, és ugye, mint említettem már, USB-C a töltő. Hát szerintem az USB-C az egyik legjobb. Na, nézzük, itt van még valami, így. Mi? Tudjátok milyen srácok? Ez egy tok! Tok a telefonhoz gyárilag! Igen, amúgy van benne még egy USB-C jack csatlakozó, azt már kiszedtem és tanulmányoztam, azt valahova leraktam, azt most nem tudom hol van, mint már említettem, kicsit belenéztem, bocsi. Nem bírtam ki, és van itt ez a pin, SIM pin, amit hát nem nagyon tudok kiszedni, vagy nem akarok itt előszakos lenni. Nagyon tökéletes, tök dizájnos, hogy ezzel lehet a SIM kártyát ki és berakni, meg ilyenek. Hát amikor kinyitottam a telefont, ezt nem láttam, úgyhogy hát nézzük meg, hogy ez egy tok. És amúgy, nem nagyon láttam itthon még ilyen telefonról unboxing videót, szóval tök jó, hogy az elsők közt lehetek. És hát remélem azért sokatokat érdekelt, mert amúgy Instán megkérdeztem, hogy szeretitek unboxingot erről a telefonról, ilyen szavazást, és több mint a 88%
az embereknek azt mondta, hogy igen, igen, szeretnénk. Úgyhogy ez tök király. Na jó, ez nagyon jó, hogy nem kell telefonhoztokot vásárolni. És amúgy azért jó ez az átlátszó szilikontok, és nagyon-nagyon-nagyon szép a telefon. És ha valami csicsás tokot raknánk rá, akkor ugye az csak is kizárólag eltüntetne a szépséget. És nézzétek meg, milyen gyönyörű. Egyszerűen gyönyörű ebbe a tokban ez a telefon. Úgyhogy hát nagyjából ennyi volt ebbe a kis dobozkába. Ugye én ilyen a szövegeket, meg ezeket a szorosleges papírokat már kiszedtem nagyon, és annak semmi értelme nincsen. Oké, és ezt a dobozt kivégeztük. Ezekre most nem lesz szükség. Se erre. Se erre. Csak erre lesz szükség. Úgyhogy nézzük csak meg. Kapcsoljuk be a telefont. Van benne kakaó, ez az. Na, kicsit így zizgett. Nagyon szép ez a telefon, úristen. Igen, és amúgy nem volt még androidos telefonom, srácok és lányok. Igen, ez nagyon-nagyon furcsa lesz nekem is megszokni, meg igazából kipróbálni, milyen az Android. Csak... Hello. Csak iOS-es készülékem volt eddig, mind telefon, mind tablet tekintetében, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon nagy újdonság és egy nagy kaland lesz nekem igazából, hogy felfedezzem ezt a telefont, hogy mit tud, és megszokjam az Androidot. Nos, hát itt vagyok újra, most már töltöm a telefont, valamint felhelyeztem ide egy GoPro-t, amin ugye mindent láttok. Na, képernyő zárulási stílus beállítása, mint a PIN kód jelszó. Én izét akarok majd újranyomatot. Beállítás új készülékként. Azt mondja, adjam meg a születésnapomat. Hát nem ma van a szülőnapom, hanem nem is 2020-ban, hanem 98. október 15, ha valaki nem tudta volna. Most már tudja. Ó, az újranyomat olvasol, hogy csomó mindent lehet csinálni. Ja, be kell tennünk egy jelszót, mielőtt ugye beállítjuk az újranyomatot, úgyhogy beállítok valami jelszót. De elvileg megvan az új lenyomatom. Első lépések. Wow. Wow, de gyönyörű ez a telefon. Hú, de furi. No, és egyből a Google keresés? Menj már! Elhúzomban is egyből tudok itt a Google-be keresni. Itt van egy időjárás ügyet, közeli látnivalók. Ami Real Madrid elvert valakit. Nagyon mindenféle dolog van itt. Hova nyúlok az új lenyomathoz? Hova nyúlok? Ó, várj, teszteljük. Figyelj. Fel se kell oldani a telefon, csak hozzájárok az új lenyomathoz, figyelj. Le van zárva. Tudom. Wow, ez nagyon gyors. Ez írtózatosan gyors. És hát nézzük. Találjátok ki, srácok, mi lesz ez az első alkalmazás, amit le fogok tölteni ezzel a telefonnal, de van 3 másodpercetek kitalálni. Hát persze, srácok, melyik más játék is lenne, hanem a Clash Royale. Ez az, telepítjük szépen föl. És ugye nekem már az emulátorok miatt van már egy androidos karakterem, mármint hogy Android átvittem a karakteremet. Magától kikapcsolt a kamera. Magától. De miért? Én... Na mindegy. Új lenyomat olvasóval oltam fel a telefont, persze, úgyhogy nézzük meg, na, nézzük a Huawei honlapján, hogy pontosan mit tud ez a készülék. Kirin 970 a világ első mobil mesterséges intelligencia professzora. Igen, erre tényleg emlékeztem, egy mesterséges intelligencia van beépítve egy ilyen chip a telefonban, ami csak ezzel foglalkozik és fejleszti saját magát. Szóval 18-9-es képarány, igen, azért az észrevehető, hogy ez nem egy 16-9-es képarány, ikonikus design, hát igen, mindenféleképpen elég királyon néz ki, újszerű anyaghasználat, ez is látszik, cseppálló, na az nem rossz, tudjuk meg többet, 6 colos kijelzője van, ezért tűnt olyan nagynak, 6 colos, srácok, az óriási, nem is tudok egy kézzel mutatni, 6 colos, ez nagyon-nagyon nagynak számít, aha, ott a kék, nekem a kék jobban tetszik, de ez is nagyon állat, meg a szürke is. IP67-es osztályú cseppésű porálló a telefon. Mesterséges intelligencia alapú fejlesztések gyorsabb, személyre szabottabb felhasználó élményt kínálnak. Na erre nagyon kíváncsi leszek. Ezt most ugye nyilván nem tudom teszteni, de majd a hosszabb teszt után
ezt meg fogom tudni tenni. Amúgy srácok, ha bármilyen videót szeretnétek ezzel a telefonnal, bármire kíváncsiak vagytok, a tesztet leszámítva, akkor nyugodtan mondjátok meg, kommentbe írjátok le, mit szeretnétek. Ugye most már egy androidos telefon, nagyon-nagyon sok mindent meg fogok tudni ezzel csinálni, amit eddig nem tudtam, és azt tudom, hogy a nagy részeteknek amúgy androidos telefonja van, ezt amúgy a statisztikáknál meg is tudom nézni, úgyhogy ezt tudom pontosan, úgyhogy tényleg írjátok le, hogy milyen videókat szeretnétek ezzel a telefonnal. Egyetlen 20 perces töltéssel egy egész napon át használható a telefon, 4000 mAh-es aksia van, nagyon durva, intelligens energiakezelés, Huawei Supercharge, igen, és jó kis biztonságtechnikai tanúsítvánnyal rendelkezik, úgyhogy ez szuper, gyors töltés, na egy telefonomban se volt eddig még gyors töltés, na erre nagyon kíváncsi vagyok. Téloz és fotóz azonnal, igen, dupla leica kamera lencse van benne, igen, és egy mesterséges intelligencia által vezérelt effektet lehet használni. Maradj kapcsolatban bármire jelsz, tisztel beszédhívás, kifogástalan kapcsolat. És igazából ennyi. Nagyon-nagyon jó telefonról van szó mindenféleképpen, hát nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, még nem ismerem magát az Androidot se, azért pár alap dolgot tudok. Az Android dolog, hogy hogyan működik, azért nem annyira de nagyban különbözik az iOS-től, amit én eddig használtam. Itt nagyon-nagyon sok dolog van. Yes, van alapból képernyő felvétel, hotspot, ne zavarjanak, mirror share, képernyőkép, mobil adatforgalom, zseblámpa, repülőmód, ultra, akkumulátor, ez mit tud? Ez ilyen energiatakarékos mód. Jól van, hát akkor nézzük meg a Clash Royale-t. De jó itt hatszalon. Jaj, a Google Play játékokat telepíteni kell, ups, igen. Ezt elfelejtettem, pedig ezt tudhatom. Hát ez kicsit gyors volt. Hogy kell itten? Ugye ezt használom ugye a home gombnak. És ezt használom az alkalmazások nyitott alkalmazások megnyitásához. Na. Azt hiszem nem ezen az akuntumomban a nagy karakterem, úgyhogy mindjárt át is lépek. Ó, de furcsa néz ki a játék. Ó, nincs jól optimalizálva, ne! Túl nagy a telefon kijelzője és még nem működik. Na, de lépjünk át. Aha, mivel nincs optimalizálva még rá a játék, ezért így ki van húzva egy kicsit. Érdekes megoldás. Viszont ez csak időkérdése, úgyhogy ez nem para igazából. Egy meccs közben hogy néz ki? Aha, itt el van tolva arra az egész. Nem tudom, mert ez itt a helyén nem, ez ugye érdekes. De mindegy, megvan a Clash Royale, és ezt is fogom nyomni természetesen ezzel a telefonon, meg ugye még letöltök ezernyi alkalmazást, amit ugye én szoktam használni. És igazából nagyjából ennyi lett van ez az unboxing videó. Ennyit szerettem volna bemutatni, ugye, hát srácok, ez egyelőre ennyi, tényleg. Kinyitottam a telefont, felinstaláltam, megnéztem mit tud, illetve hát elolvastam mit tud, mert még nem tudom ezt ugye letesztelni, de mindenféleképpen le fogom tesztelni ezt a telefont, mint már említettem. Úgyhogy ha bármit szeretnétek, hogy leteszteljek a telefonban, nyugodtan írjátok meg kommentben, valamint hogyha bármilyen videót szeretnétek ezzel a telefonnal csinálni, akkor hát mondjátok el nyugodtan, amúgy nagyon-nagyon királyban néznek ki ezek a háttérképek, esküszöm, nagyon durva, és ugye ide rakom az ujjamat, és eszméletlenül gyors és pontos az ujjamat olvasó, szóval ez nagyon király. Úgyhogy én igazából ennyi lettem volna a videóra, remélem, hogy tetszett, és ha tetszett, akkor nyomjátok egy lájkot, ha még szeretnétek ilyen unboxing videókat, mert én szeretem ezeket csinálni, és tényleg ha van mit kicsomagolni, akkor kicsomagolok. Na srácok, én ennyi lettem volna mára, találkozunk a következő videóban, sziasztok!